Köszönöm. Igen, a nevem is Dávid, meg a téma is, valahogy mindig megkapom ezt a szereplőt a Bibliából, nem tudom miért, egyre pirosabb az arcom, hogy az évek telnek, valószínűleg nem fogom megúszni, és már hátra levő években, hogy ne ezt a személyt kapjam, de úgy látszik nem véletlen ez, hogy Dávid személyével kell foglalkoznom. Az életemben sokszor, mert van egy néhány olyan dolog, ami belőle hasonlít az én életemhez, a tiétekhez, majd mindjárt meglátjuk. Ha el tudjuk kezdeni a kis előadást, akkor meg is tesszük a vetítésed. Előtte kim volt egy telefonszám, állítólag lehet tőlem kérdezni. Otthon felejtettem, ha ezt tudtam volna, akkor még inkább a telefonomat nem, hanem hogyha van kérdés, akkor lehet a telefonszámra küldeni, és próbálok válaszokat keresni, de most nézzük, hogy mivel is készültem ma estére. Hát ebben a szóban foglaltam össze a témát, hogy újrakezdés. De úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valamit újra akarjunk kezdeni, érdemes tudni, hogy mit és hogy honnan, ugyanis nem magától értetődő. Az életemben a legtöbb terület, amire gondolok, és azt mondják, hogy kezdjem újra, arra nem szívesen gondolok előről az egészet. Szokták mondani, hogy bárcsak újra kezdhetném, én valahogy nem érzem át ezt a mondást, nem tudom ti, hogy vagytok velem. Bárcsak újra kezdhetném, én nagyon örülök annak, hogy 35 éves vagyok, idáig eljutottam, élveztem idáig, várom, hogy mi jön ezután, de ez így jó lesz, pont így egy menetnek úgy érzem, hogy Isten adja. Azért vannak területek az életemben, ahol szerettem az újrakezdést, szeretek erre gondolni. Például a számítógépes játékokban nagyon szerettem. Ctrl-S, ugye van egy ilyen, amikor így menteget az ember, és örül neki, hogy újrakezdheti, mert nem biztos, hogy azért, igaz, hogy egy menet, meg egy út, az élet egy hosszú etap, de azért lehet, hogy érdemes olyan szempontból is nézni, hogy van, amit újrakezdhetnék, és van-e, amit újrakezdhetek. Ebben a témában fogunk beszélgetni, de előtte szeretnék imádkozni. Jót fog tenni valamennyünk, meg biztos vagyok benne. Istenem, hálás vagyok neked azért a hosszú napért. Köszönöm neked, hogy ennek az estén itt együtt lehetünk. Köszönök neked mindenkit, aki itt van, akármilyen napból is, akármilyen helyzetből, akármilyen szívvel is érkeztünk meg ide. Kérlek téged, hogy te adj válaszokat nekünk, vagy jó kérdéseket legalább, te vezess tovább, te vezess előre bennünket, kérlek. Amen. Szóval ahhoz, hogy az újrakezdésről beszélgessünk, érdemes talán használnunk egy vázlatot. Van ennek a képnek egy címe, nem tudom, tudja-e valaki a címét ennek a képnek. Kik vagyunk? Bocsánat, honnan jövünk? Kik vagyunk, és merre tartunk. Ugye Gauguin festette ezt a képet Tahiti szigetén, közvetlenül az öngyilkossági kísérlete előtt. Egy nagyon szép összefoglalása annak, amit az életről gondolt, aztán megadatott, hogy kifejthesse, hogy amúgy mit is gondolt a képről, nem jött össze a kísérlete, de egy nagyon összefoglaló képet alkotott. Jobbról kezdődik bal irányba, a születés, fiatalkor, az életnek a gyümölcseit boldogan megszerző fiatal felnőtt, felnőtt ember, háttérben tudás, beszéd, kommunikáció, társaság, elmélyült gondolatok, művészet, vallás, és közeledve a végül az elmúlás, fájdalom és vég. Ehhez az úthoz ezt a gondolatsort szeretném én is használni, amit ennek a képnek adott címül, honnan jövünk, kik vagyunk, és hová tartunk. Nem tudom, ki az, akinek a nagyszülei, vagy a dédszülei talán egy ilyesmi házban laktak. Az jelentkezzen. Aki úgy gondolja, hogy talán a nagyszülei, de akár a dédszüleit is beleszámítva, ilyesmi házban laktak. Jó, sokkal többeknek, nem baj. Semmi baj, mehetünk tovább. Ki az, aki azt mondja, hogy hát a nagyszülei körülbelül ilyesmi házban laktak, laknak még most is esetleg jelentkezzen, járt náluk, kicsivel több kéz talán. Hogy honnan jövünk, érdemes tudni, amikor erre a budapesti fiakomra készültem,
akkor ez volt a szemem előtt, hogy kik is voltak a mi szüleink, nagyszüleink, hol éltek, akár melyik városban, melyik faluban, melyik tanyán, melyik országban, akiknek a révén mi most oda kerültünk, ahol most vagyunk, honnan jövünk. A mi nagyszüleink túlélők voltak, nagyon keveseknek a nagyszülei vesztek oda a Donkanyarba. Ez egy logikai dolog van benne, ugye? Ezt csak így mondom. Ugye, meg a holokauszt kapcsán, meg nem sorolom, hanem azok vagyunk együtt, akiknek a nagyszülei túlélők, ez kicsit olyan becsapós érzés, így mindenkivel kapcsolatban találkozunk az érzés, hogy mindenki túlélte végül is a háborúkat, hiszen ugye csupa olyan emberrel találkozunk. Most a mi nagyszüleink is ilyen emberek. Túlélők. Abba az értelmében is, hogy átéltek nagy világégéseket, de azóta is ők a semmiből jönnek. A túlélésnek a törvényeit tanulták meg, hogy hogyan lehet élelmet szerezni. A fejünk alá valami kis szalmacsomót, zsákot, takarót, házikót, és ezek az emberek nagyon becsületes, nagyon szorgos emberek voltak, lesz közben néhány vendégkép, de szándékosan. És ezek az emberek, ami nagyszülénk, dédszülénk a legtöbbeké, nagyon rendes hívő emberek voltak. És talán a mai napig is azok. Előre mondom, egy utazásban veszünk részt, egy utazásról lesz szó ma estében. Nem mindenki járta végig azt az utat, amiről fogok beszélni. Lehet, hogy egy szakaszában van, és amikor az újrakezdésre gondolunk, akkor örömmel mondom neki, hogy nem csak a végéről lehet újrakezdeni, hanem a közepéről is, vagy az első harmadáról is. Szóval visszatérek. Nagyszüleink közül nagyon sokaknak imádkozó, hívő szíve volt. Nagyon kicsi, pici, törékeny, szegény, nincstelen háttérből jöttek, és ilyen emberek voltak, de volt erejük, és van erejük Istenben. Ki az, aki úgy gondolja, hogy legalább a négy nagyszülőből egy ilyen jellegű nagyszülője volt, vagy van neki? Úgy látom, hogy elég sokak így gondoltam. Ők mit tanultak meg? Azt tanulták meg, hogy kicsi vagyok, gyenge vagyok, porszem vagyok, féreg vagyok, néha el is mondták az igehirdetők, nekik értéktelen és tűnő az életem, ki vagyok szolgáltatva a történelem viharainak, de hitben vagyok, és Isten népéhez tartozom, és van örök életem, és olyan erőt kaptak Istentől, amelyet talán még mi is értékelünk ő bennük. Aztán néha meglátogatjuk őket. Biztos nagyon örülnek. Lehet, hogy amikor először meglátnak, így azt hiszik, hogy az jött el, akihez imádkoznak olyan sokszor. Aztán rájönnek, hogy ezek csak mi vagyunk, akik az ajtó előtt állunk és zörgetünk. Meglátogatjuk őket, és hát tanítjuk nekik azt, hogy hogyan kell élni, és mit kell gondolni a mindennapokról. Aztán a szüleink korosztálya, az építőknek a korosztálya, ez a nevük, vagy baby boom korosztálya. A mi szüleink, az én szüleim inkább, de talán többeknek is szülei, akik ilyen helyeken nőttünk föl, és ilyen gépállatok vettek körül bennünket. Nem volt feltétlenül a mi családunknak, de láttuk, hogy többeknek van ott a telepen. Ezek az emberek szüleiktől megtanulták a nagyon kemény, feszített munkát, de valami új volt az életükben, ez pedig a siker, az eredmény. Az én apukám is sokszor elmondja, hogy ő sokkal többet kapott az élettől, mint amit várt, mint amire számított, amit ígértek neki az ő szülei, annál sokkal több dolog valósult meg és teljesült. Egy nagyon feltörekvő szakasz volt az ő életében, az ő életükben. És csak most kezdik el megtanulni azt, hogy hát nem csak keresni kell a pénzt, meg takarékoskodni, hanem már lehet költeni is, meg egy kicsit élvezni az életet, és úgy néha ellazulnak, és akkor vesznek egy bőbricseszt maguknak, és akkor örülnek, hogy most ők is hát az életben benne vannak, és mi is persze nagyon örülünk, hogy ez így van. Biztosan némelyek olvasták ezt az írást, hogy miért frusztráltak a mai fiatalok. Egy kicsit ebből is merítek, ebből az írásból, amikor próbálom föltérképezni azt, hogy honnan jövünk, és hol tart az utunk, és hogy van-e olyan része, amit csak folytatni kell, mert nagyon jó, és van-e olyan része, ami esetleg méltó az újra gondolásra, az újra értelmezésre, és esetleg az újra kezdésre is.
A mi nagyszüleink nagyon zárkozott, de hívő emberek voltak, és kapcsolatot találtak Istennel, sokszor gyülekezetek, közösségek részévé lettek. A szüleink is követték ebbe őket, nem túlságosan kapcsolatcentrikus emberek, nem azok a hihetetlen kommunikátor gépezetek, de elég elkötelezett emberek, akik olyan gyülekezetekbe csatlakoztak, amelyek ebből a korból is táplálkozva, talán némiképp zárkozottak, kifelé kevésbé nyitók, de belül egy aktív életet élők megtanultak énekelni, zenélni, és viszonylag élvezték azt az életmódot, ami nekik jutott, amit ők választottak. Kik vagyunknak a kérdéséhez jutottunk? Kik vagyunk mi ezzel kapcsolatban? Hogyan határozhatjuk meg önmagunkat, hogyan látjuk önmagunkat? Én azt gondolom, hogy a többség keresztény családból jött, és én most egy kicsit ehhez a réteghez szeretnék szólni ma este, de mások is ebben az utazásban, ebben a szakaszban egy-egy ponton fölismerhetik esetleg a saját életüket, annak az előrelépéseit, vagy éppen esetleg újra gondolni való dolgait. Kik vagyunk mi? Sokan keresztény családban nőttetek föl, vagy nagy családokban. Nem tudom, ki az, akinek van minimum két testvére? De akkor ezt jól tippeltem. Volt egy ilyen szakasz ma, de a cukrászdában ilyen tippeket hoztam, és idáig elég jól sikerült. Nagy családokban nőttünk föl, sok testvérünk van, megszoktuk azt, hogy emberek között vagyunk, gyülekezetben, kisebb, nagyobban szocializálódva. Láttuk, hogy ott a másik, először verekedtünk, utána összebarátkoztunk, aztán feloldottunk, aztán talán hitben is egymás mellé szegődtünk, aztán még amerre vezetett tovább az élet. Fegyelmezettséget tanultunk. És azt, hogy vannak értékek, tanulni kell, küzdeni kell, dolgozni kell, és abból lesz valami. Persze, miközben a szüleink talán sokszor nagyon puritán emberek, és lehet, hogy néha mondjuk, hogy apu, egy másik pulóvert vegyél már, vagy egy glottgatyát nyugodtan cseréld le a H&M-ben. Eközben, miközben próbáljuk őket tanítani, közben küzdünk azzal, amit ők tanítottak nekünk. És látjuk azt, hogy törekedtek az egyszerűségre, a növekedésre, a gyarapodásra, de közben más forrásokból is merítettünk ki, és nagyon nagy képek és nagy táblatok nyíltak előttünk ki. Meglátjuk azt, hogy az élet azért nem csak arról szól, amit a szüleink mondanak, hanem más területek is vannak, és sokkal nagyobb dolgok elérhetők, és ez a cikk érdemes arra, hogy elolvassa bárki, miért frusztráltak a fiatalok, úgy érezzük, elhittük azt, hogy de hát nekünk még sokkal több dolog jár, sokkal nagyobb dolgok, és sokkal színvonalasabb iskola, nem tudom ki az, akit kőművesnek tanul, ne tegye fel a kezét, de szívesen megszorítom a végén. Vagy aki fodrásznak tanul, vagy valami olyan dolognak, amit ma egyszerűnek mondunk, de nem gondolom, hogy van egyszerű élet ebben a kultúrában, vagy akár bármelyikben. És úgy látok nekünk, ezeknél nagyobbak kellenek, olyan iskolák, amiknek a nevét még nem tudjuk kimondani, szegény nagymama meg inkább csak imádkozik, hogy hát ott, ahol van ott, hát meg én is így vagyok a bátyámmal, 15 éve a Nokia-nak és utódő vállalatainak, hát egyik hát kisközép vezetője, és minden évben megkérdezem, hogy és Timi, amúgy te mivel foglalkozol, mit dolgozol? És minden évben elmondja, még nem jöttem rá igazából, én se mindeközben, de még 2016-ban nem kérdeztem meg. Tehát nyílnak a távlatok, és úgy látjuk, hogy azt is jó lenne, meg azt is eszközök, anyagiak, pályalehetőségek, sok minden, és olyan színes ez a világ, és annyi minden van benne, hát nem csak az, amiről otthon hallottunk. Mindeközben, hála Istennek, miközben nem csak hát nyílik a szemünk, és látjuk, hogy hát mennyiféle életút van, és hogy milyen hatalmas gazdagság, közben valami más is tud történni. És úgy gondolom, hogy nagyon sokkal az itt jelenlévő közül történt, és ez egy lelki érintés. Ja, honnan jöttünk hátterünkből, most kik vagyunk? Azt gondolom, hogy nagyon sokan itt hívőnek definiálják magukat. Olyan embereknek, akik azt mondják, én megtértem, volt egy olyan lelki érintés az életemben Istentől, amikor megértettem, hogy szükségem van rá. Mondták, hogy ugye vannak a bűneim, és én elhittem, egyszer hallottam egy történetet egy 8 éves kislányról, aki nagyon sírt egy ilyen hitre hívás után, és kérdezték tőle, hogy miért sírsz, és azt mondta, hogy a bűneim miatt. És kérdezték tőle, hogy és mik a bűneid, azt mondta, azt nem tudom. De nagyon komolyan szomorú volt miatta.
és megérezte azt, és nem tévedett, mert ez nem tévedés, ez egy nagyon-nagyon jó intuíció, megsejtés, hogy valaki úgy érzi, hogy neki fog kell lenni az életbe, és azon túl is Isten, hogy Isten erejére, Isten személyére neki nagyon nagy szüksége van, ez egy nagyon jó intuíció, egy nagyon jó megsejtés, és nagyon sokunknak, nekem is. Én egészen 11-12 éves koromban rádobbant a szívem, sőt, sokakkal együtt oda is eljutottam, hogy igen, mondtam erre. Megértettem, hogy erő van abban, amit ő kínál, egy gyenge kisgyerek vagyok, egy gyenge tini vagyok, és telve a nyomorúságommal, de Isten ereje az életemben át tud vezetni engem, és azon is túl tud segíteni engem. És kértem Istentől erőt az élethez. De aztán elkezdtem kérni erőt máshoz is, megváltozott. Megváltozik az ima téma. Kezdünk kérni erőt az előrejutáshoz. Uram, jogsi, harmadszor ne húzzanak már meg, olyan drága, olyan ciki, már mindenkinek sikerült az iskolában. Na, hadd ne én legyek a legkisebb a tornasorban, nem részletezem, de valahogy a nagy életkérdésekről menj át a tekintetünk, és úgy gondoljuk, hogy Isten erejére nekünk ilyen mindennapi dolgokban van szükségünk. Van egy lelki terv az életünkben, Istennek egy olyan terve, amit a személyes életünkre szabott, egy megváltott, megtisztított, új szívű ember, és nagy szavakat használok, csak nem részletezem, hogy ki mit ért talán ez alatt, akinek az élete Istené, a hátralevő idő föl van ajánlva Isten kezébe, Isten oltárára, és ővé a szíve, a lelke, a teste, a jövője. Van egy ilyen projekt, meg van egy másik projekt. Fél lábbal van egy ilyen földi küldetés, amiben vagyunk, és egy olyan földi út, egy földi terv, amelyik ott van előttünk, és sokat gondolkodunk, hogy mikor, melyikbe kéne fektetni, és hogy a szívünk, figyeljük, csak magunkat nézzük a tükörbe, hogy nagyon megható volt, hogy mondta a testvérünk, hogy nem tudom magamat sem megváltoztatni, hogy melyikért dobog a szívem, melyik izgalmasabb a kettő közül, melyik az, ami jobban motivál engem, melyikért dobog a szívem, melyik reálisabb, melyik gyümölcsözőbb, melyikbe fektessek többet, melyikhez van kedvem. Ilyen egyszerűen is látjuk ezt a kettőt, miközben hívő emberek vagyunk természetesen. Hála Istennek, vannak barátok, akik segítenek a döntésben. És mutatják azt, hogy mi az, ami helyes, ami élhető, ami egy kivezető út, a feszültségekből látják, hogy idegesek vagyunk, frusztráltak, és nagyon segítőkészek. És én mindenképpen segíteni szeretnék nekünk, hogy döntsük a kettő közül, és valójában ők lesznek a harmadik döntési lehetőség az előző kettő helyett, és azt mondják, hogy itt vagyunk mi, és mi leszünk a te sikered, mi leszünk a te projekted, mi leszünk azok, akik miatt te értékesnek érzed magad, és majd mi mondjuk azt, hogy igen, te a helyeden vagy, és neked nem kell úgy újra kezdeni, te nem hibáztál el semmit, te úgy, és ott, vagy jó, ahogy vagy, független attól, hogy mit tettél, és milyen utakon vagy. Mindeközben van egy gyülekezeti közeg, amely nyilván mindettől egyre távolabb kerül, de valamit könnyen megtanulunk. Az, hogy ez azért nem baj, mert a gyülekezeti életet amúgy se kell annyira komolyan venni. Nem kell ugye annyit gyülekezetbe járni, nem kell ugye annyit foglalkozni a dolgokkal, lehet egy kicsit lazábban is, lehet ritkítani is. Ott van egy másik terület, inkább ha már választani kéne, akkor legyen az a terület, amiből lesz is valami, és én úgy látom, hogy nagyon sokszor egy nagyon nemes, nagyon szép terület felé teszünk erős lépéseket, és ez pedig tanulás. Hát nem tudom, volt-e már tanítás arról, hogy miért ne tanuljunk, és hogyan ne tanuljunk, de most egy picit talán ez jönne, bármennyire is ciki ez a téma, mert nagyon eredményesek vagyunk, nagyon eredményesek vagytok. Nekem is vannak diplomáim, és nektek is vannak, és úgy gondolom lesznek is. Sikeresek vagyunk ezen a területen, és még sok más területen, de megvan az oka, hogy miért. Van egy családi hátterünk. Vannak olyan emberek, akik azt mondták, hogy tegyed, és fegyelmezetten végezd, adtak egy gondolkodásmódot, egy ösztönzést, és lehetőségeket vettek, ceruzát, radír, tollat, tolltartott, sokaknak nincsenek meg ezek az eszközök. Ez
az általános iskolai szint. Ugye megyünk tovább. Lehetőségeket láttunk abban, hogy legyen egy olyan szakmánk, ami a szüleinknek nem volt. Az én anyukám gyors és gépírónő, apukám autószerelő, de azt nem nagyon szerette, úgyhogy BKV buszsofőr lett. Nekem nem jutott eszembe annak lenni. Sokkal nagyobb dolgok, tervek foglalkoztattak. Van lehetőségetek nagyon izgalmas diplomákat szerezni. Nagyon jó fizetést megcélozni. Miért nem 600 ezer? Kérdez egy fiatal. Miért legyen kevesebb? Miért kis juttatás, egy kis kafetére? Miért legyen kevesebb? Hát azért, mert az én nagyszüleim 58, meg 65, meg 80 ezer forintból élnek, nekem ez kevés, nekem nem ez kell, nem ez az élet, nekem nem ez az, ami motiváló, hanem előttem egész más lehetőségek vannak. És lehet, hogy néha sokkal nagyobbakat is képzelünk, mint ami valójában van, de egy olyan életmódot álmodunk meg, és ez egy nagyon izgalmas, nagyon motiváló, és reális, többnyire reális, és közeli álom, ami meg tud mozdítani, megdobogtatja a szívünket. Jó kapcsolatépítők vagyunk. Nagyon sok olyan közegben nőttünk fel, ahol sok a barát, sok az emberi kapcsolat, sok az interakció. Sőt, van absztrakt gondolkodás. Egy keresztény háttérben felnövő ember absztrakt módon tud gondolkodni sokkal könnyebben. Amikor kinyit egy szöveget, akkor tudja, hogy hogy kell értelmezni. Ez hallja gyerekkorától, néha szenvedett tőle, de ott lesz benne a képesség. Egy komplex világlátása van. Egy társaságban tud jó fej lenni, tud széles látókörű lenni, tud dinamikus lenni, tud sikeres lenni. És hogy mi lesz ebből? Felnövünk. És erősek leszünk. Én nagyon erősnek látlak titeket. Van, akit a jelenben, van, akit a jövőben. És azt tudom mondani, hogy ha így mész ezen az úton, akkor valószínűleg te egy erős és egy sikeres ember leszel. Nagyon sok mindent el fogsz érni a céljaidból. Lesz, aki többet is el fog érni, mint amit tervezett. Általában azok, akik ugye nem álmodják túl magukat. És majd megtanuljuk, és megtanuljátok, hogy az erősnek többet is szabad. A Wall Street farkasának, ugye, egész más törvényeknek, dolgoknak kell megfelelni. Azok a bagatell dolgok, amik a szüleinket, nagyszüleinket kötötték, azok ránk nem vonatkoznak, azok fölött állunk, azok fölött az emberek fölött, azok fölött a szabályok, azok fölött a törvények fölött, a fölött a szentírás fölött, a fölött az Isten fölött állunk, mert mi már annyi mindent elértünk, és olyan jól mennek a dolgok. És akkor megkérdezni valaki tőlünk, hogy mik lettek az életünkben az érték, mire felnőttünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy az, hogy egy elismert, megbecsült, mások által irigyelt, másoktól felnézést kapó, megbecsülést kapó emberek lettünk. És ez egy nagyon erős cél, és ez egy motiváló cél. És sokatoknak sikerülni fog. A kérdés az, hogy mi az, amit elveszítünk eközben. Hová megyünk? Hogy haladjak az előadásban tovább. Volt egy emberke, aki ugyanúgy végigjárt ez utat, illetve nagyon sokan, sőt, rengetegen. Aki egy keresztény családban nőtt fel, Isai volt az apukája, és képzavarral, ugye, hogy éltem az előbb. Vasárnap iskolában jártak, egy nagy család volt ilyen is, olyan is, amolyan is, megkapta a kiképzést rendesen a kis Dávid, és megvolt a képzettség, a felkészültség, megvolt az az alap, ami kellett neki az, hogy egy sikeres ember legyen, és megvolt benne az erő is, a tapasztalatszerzés, a bátorság, és az ember kapott felkenetés is, Istennek az érintés is ott volt az életében, láttunk, hogy a diát a medvéről, az oroszláról, amit legyőzött, és vitte a bárányt, egy jó mentalitás, egy jó gondolkodás, egy erő, egy szociális háló, egy hitbeli alap, egy isteni érintés, és király lett ez az ember. De most van egy új értelme ebben az évszázadban, ennek a szónak, hogy király lett, ő is király lett, és nagyon sok minden sikerült neki. Megbizatásból lettek emberek,
lettek követők, lettek harcostársak, vitézek, hősök, lett először egy kisebb országrész, aztán az egész ország, győzelmek, birodalom a szónak az akkori értelmében, és az ember úgy érezte, hogy minden az ő életében sikerült, és a helyén van, erre tartok, és nekem ha újra kezdhetném, is csak ide lehetne eljutnom, és megerősödtem, erőm teljében vagyok. Most már beszélhetek én, és hallgathatnak mások. Most már nem a szüleim magyaráznak nekem, hogy kell élni. Én mondhatom el a szüleimnek, hogy fater, ez nem úgy van a mai világban, ez nem úgy működik. És elmondhatom nekik, a barátaim, tehát ott szájjal figyelnek rám, hogy milyen nagyokat tudok mondani. És még idézgetek művészektől, vagy filozófusoktól is. És fölnézrek ám a régi gyülekezeti tagok, barátok, lelkipásztor, mondhatnak dolgokat, de fölötte állok, és én az erőm teljében vagyok. A tékozló fiú története került elém most vasárnap több esetben is, nagyon érdekes, ki volt tűzve a téma, ki neked az atya délelőtt, és délutára jött egy vendég, a grúz elnök, mondták nekem, aztán kiderült, kicsit csalódtam, hogy nem a köztársaságé, hanem csak a grúz baptista szövetségé, azért természetesen szívesen láttuk, és nem tudta, hogy mi az aznapi téma, és a tékozló fiú történetét vette. Délelőtt ott ültem és hallgattam, és aztán megkérdeztem, hogy elmondta el neki a tolmács, aki a kapcsolattartó volt, hogy mi a mai témánk itt. Nem mondta el neki, és nem vezetése volt ez, hogy pont ami kimaradt a délelőttből a tékozló fiú története, csak annyit figyeljünk meg ebből a történetből, ott is ugye egy fölnevekedési szál van két fiatal ember életében is. Azt figyeljük meg, hogy mennyi duma van. Gondoljuk egy kicsit erre a történetre, hogy mikor szólal meg benne az atya. Mennyi duma előzi ezt meg? Tékozó fiúnak ugye van egy ilyen korai fellépés, az első ugye nagy belépő a bölcsességével, az élet szeretetével, az tervekkel, a vágyakkal, a siker iránti reményekkel. Ott van egy föllépés. És akkor ugye úgy gondoljuk és tudjuk, ugye, hogy a történet esetleg a fejünkben pereg, hogy hát akkor utána a pénzt elkölti. Nagyon sokan kísérik el azon az úton, nagyon érdekes rajongók, követők, most ugye a közösségi oldal világába, ugye lájkolók követik, és kísérik el őt azokra a helyekre, azokra a viselkedési szokásokra, a normákra, amelyek nem ezek voltak, amik nem voltak eddig az életében, és milyen érdekes, hogy aztán az az úton nagyon kevesen kísérik vissza egyedül kell mennie az emelkedőn, ez nagyon érdekes dolog, de ott sem az atya szól, meg még mindig az atya nem szól semmit, még mindig ő beszél. Akkor már mást mond, akkor jót mond. És az atyának az első szava ez, hozzátok a díszes ruhát. Nagyon érdekes, hogy eddig hallgat. Addig hallgat, amíg már mindent elmondott az a fiú. Az elvezető úton is, a visszafele vezető úton is. Csak kiárasztja a kegyelmét. És azon gondolkodta, milyen jó lett volna, korábban is megszólalt volna. Ha megszólalhatott volna, azt olvasok Istenről, hogy ő nem kiált, nem lármáz. Ő azokkal beszél, akik engedik őt megszólalni. Természetes, minden embert szólít egy bizonyos szinten, de azokkal indul egy kapcsolat, egy kommunikáció, akik ugye az örgető szóra megnyitják az ajtót. Azt mondja Jézus, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. És hogy ott ki fog beszélni, azt te döntöd el. Ő neki van üzenete, van gondolata. De olyan sokszor el van nyomva Isten. Nincs hatalmánál, atyai és isteni rangjánál fogva kezelve, ahogy beszélek róla, ahogy keresztény fiatalok beszélünk róla, hogy Isten így, Isten úgy, és én ezt gondolom, meg azt, és ezt olvastam, meg azt, de azzal mi van, hogy? És addig Isten hallgat, amíg mi beszélünk. Szóval a másik fiú, ja igen, és elé szalad ugye közben az atya. A másik fiú elé is kimegy, és ott sem ő kezdi a beszédet. Ott is meghallgatja azt a szennyes folyamot, ami kiárad a másik ugyanúgy szeretett fiából.
És amikor a dumának vége, a sok-sok össze-vissza fájdalomnak, akkor tud megszólalni, és milyen érdekes, ugyanazt a kegyelmet árasztja ki, nem mást. Ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt az atyai szívet adja, nincs különbség. Noha ez a történet rengeteg különbségről szólhatna, nincs különbség. Visszatérünk Dávidhoz. Ő is erejeteljében volt, és úgy gondolta, hogy most már mindent szabad. Most már övé azért, most már nem jöhet más, mint az, hogy megkapom, ami jár, hogy minden területen feloldódva az életemben, elveszem azokat a dolgokat, amelyek a gyümölcsök, amiért, ugye, bocsánat, ezt én csináltam valószínűleg, amiért ugye a tahiti hölgy ugye kapaszkodik ott a kezdőképen, vissza tud jönni esetleg? Köszi. Azt a gyümölcsöt, azt én elérem, azt én lehúzom, az az enyém lesz. És Dávid is ezt tette. Mi volt a bűne? Parázlaság, gyilkosság. Mi neked és nekem a bűnöm? Gondolkodtam sokat ezen, hogy meddig vezet, hová tart, ugye, honnan jövünk, kik vagyunk és hová megyünk. Hova vezet ez az út? Mik azok a dolgok, amiket végül, ha valakinek megnyílik a szíve, és szeretné újrakezdeni és megbánni, amit el kell mondani, és egy definíció jutott erre eszembe, elmélkedőbb körökben ugye fontos ez, hogy definíció, van ilyen a Bibliában sok, csak el kell hinni. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Nem az a bűn, hogy elloptad a radírt. Meg az, hogy verekedtél az osztálytársadra és megvert. Nem az a bűn. De ha te verted volna meg, nem az. Ezek megjelenési formái. Hanem az a bűn, hogy nem hiszel, és nem hiszek Istenben, amit most úgy fordítanék le, hogy nem Istené az életem. Ugye ez a hit dolog, ez annyi sok mindent jelent. Itt ebben az esetben nem csak bizalmat jelent, ugye, hogy akik nem bíznak én bennem. Ez jelenti az Isten felől való meggyőződést, de jelenti az odaszánt életet, az Isten való kapcsolatot, egy Istennek szentelt embert. Az egész lényünket jelenti ez, hogy hiszünk vagy nem hiszünk benne. Dávid bűne, azt most ilyen nagyobb teológiai körökbe ugye nem kerül ki ez anyag, nem a gyilkosság volt, és nem a parázlaság, hanem az, hogy az Isten, hogy az élete nem Istené volt, hanem a sajátjáé volt. Hogy ez az Isten országából a Dávid országa lett, az Isten királyságából a Dávid királysága lett, az Isten életéből, amit Isten adott Dávidnak, abból az lett, hogy ami az enyém, és az én életem, és amit én akarok. Az önimádatnak az időszaka ez, amit hogy másképp definiálhatnánk, mint istentelenség és hitetlenség. Olvasnék egy igét a Jelenések könyvéből, ami így szól. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Merre tart? Hová megy az életünk? És ha valami újrakezdés dolog merül fel, akkor nem ez lenne a legnagyobb újrakezdés, hogy azok helyett, az utak helyett, amik kínálva vannak, amik előttünk vannak, azok helyett Istenre nézzünk, és nézzünk újra vissza, hogy honnan indultunk, honnan jövök, és ki vagyok. Istené még az életem. Én ma este nem ez, elsősorban azokhoz szóltam, de talán azoknak is lehet üzenet, akik még soha nem mondtak igent Istennek, hanem ma inkább azokhoz szeretnék szólni, akik már nagyon-nagyon régen igent mondtak Istennek. És azután nagyon sok minden jött, és persze, hogy hívők vagyunk, ugye ez a hívő vagyok, de hát ezt, ugye, lelkipásztor ezt a dumát unja a legjobban. Mindenki hívő, főleg, ha megtudják, hogy ugye valaki lelkipásztor, mindenki az. Még tényleg a kis cica is, akivel találkozunk, és még ő is arra is néz, amikor ugye tudja, hogy most ebbe a három percbe jó kell viselkedni, de
Itt ennél sokkal többről van szó, arról van szó, hogy kié a szíved. Azt mondom, hogy gazdag vagyok, nincs szükségem semmire. És ez egy darabig megy is, de mint Dávidnál is, ugye volt egy bukás, hogy nálunk is van, és sok. Ami csoda, hogy Dávidnál egy fölismerés is jött, meglátogatta a próféta, és nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy én erre nem vagyok semmilyetől se alkalmas, hogy ez ma legyen, de Isten lelke meg tud látogatni. És történhet legalább valakinél ma este ez, a meglátogatás, hogy azt mondja, hogy igen, az én életemben nem az a bűn, hogy én most megittam azt a, nem tudom, a hanyadik sört, vagy valami olyat tettem, hogy átcseréltem a munkatársam papírjaira az én papírjaimat, vagy valami ilyesmi, hanem az a bűn, hogy már nagyon régóta nem istené az életem, pedig azt mondtam, hogy az övé lesz, és nem az övé. És hogy lehetek újra gazdag és erős? Hogy ne a magam építménye legyek, hanem Isten legyen az én erősségem. Hát Dávid, amikor a prófétai szó őt megállította, és újrakezdésre ösztönözte, akkor ezt mondja, könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet, nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűneimet, és vétkemtől tisztíts meg engem, milyen gyenge ez az ember. És mennyire felszabadult. Ez a kettő összefügg. Ez gyökeresen ellentétes azzal, amit ennek a hétnek a többi 164-5 órájában hallunk. Milyen gyenge, és milyen boldog. Akkor megadja magát Istennek. Amikor ott van Isten jelenlétében, és megértette, hogy mik azok a pontok, amin megtörik az élete, és az életének a hajszál repedésein elmegy az erő, és aztán azokból a repedésekből szakadékok lesznek. Amikor ezt megérti, akkor nagyon össze van törve, de ott van az alapoknál, ahonnan nincs lejjebb, ahol a kőszikla van, ahonnan lehet építkezni egy sziklára épült házad. Olvasom tovább. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Vannak ki, akiket ez érdekel. Ez a fajta újrakezdés. Ha valakinek még nem volt részeben soha, kezdheti mindjárt ezzel, kezdheti mindjárt az újrakezdéssel. De egy hitéletet, egy hívő életet is sokszor újra kell kezdeni. Sokszor el kell jutni ugyanazokhoz az igékhez, amelyek így szólnak, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsát minden bűnt, és megtisztít minket minden hiába valóságtól. Ha azt mondom, hogy nincs bűnöm, akkor becsapom önmagamat. De ha megvallom bűneimet, hű és igaz, ő megbocsát. És milyen erőt ad? Amikor beismerem a gyengeségem, van erről egy döbbenetes vallomás. Pál is szeretett volna erős lenni, mint mindenki. Testbe, lélekbe, küldetésbe, a munkája, a gyümölcsébe, nem minden területen adatott ez meg neki. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. Menjen a gyengeség, menjen a kudarc, menjen a sikertelenség. Én is ezt mondom, ne romoljon el a kocsim. Most már a negyedik kocsimnál járok, és még mindig nem találtam meg azt a márkát, ami nem romlik el. Sőt, egyre, na hagyjuk ezt, ez más alkalom. Egyre, érdekes, egyre jobban felszerelt és egyre kényelmesebb kocsiaim vannak, amik egyre rosszabbak. Tehát egyre több baj van velük. És ez egy jó allegória. Minél nagyobb álmokat dédelgetek, a valóság annál többször leránt, hogy de ez nem biztos, hogy mindig megadatik neked. Tempomat, klíma, kinyitom, becsukom, magától, fölhúz. Na, ezekkel az autókkal van ugye a legtöbb baj. Ezekkel az életekkel, amik nagyon jók akarnak lenni, de az alapok hiányoznak. És mit mond Istennek a vágyódó embernek? Ő ezt mondta nekem. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Kösz szépen. Most látogattam ma délben egy testvért, aki ez a 28. balesete, ha jól emlékszem, van itt rokon. 28. baleset, motoros fután, napi 100-150 kilométert tesz meg, 15 éve. Vidám ember, tud élni, és békessége van.
Pedig most is egy combcsonttörés, én gondolom ezt nehezebb úgy eltörni, azért tegnap történt. De ott van Isten békességében. Nem mindig akkor vagyunk legerősebbek, amikor fenn vagyunk, hanem akkor, amikor azt tudjuk mondani, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Nem vagyok, aki vagyok, az ő. Én csak ami. Egy kicsit, egy emelettel lejjebb lakunk. És ez nagyon jó így. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásukban, nyomorúságukban, üldöztetésekben, szorongattatásukban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Na most álljunk meg egy pillanatra. Lassan végéhez közelítünk. Melyik két út, melyik két életmód van előttem? Az egyik egy eredményes, erős, győztes, sikeres kapcsolatokra, örömökre, teljesítményre, tudásra építő életmód, aminek én állok a csúcsán. A másik életmód pedig az, amiről így szól az ige. Élek többé nem én, nem is az én életem, hanem él bennem a Krisztus. Ez az ő élete, én csak kölcsön adtam neki ezt a 79 kilót, tehát annyi szeretnék lenni. Igen, azért ezt mondtam. Kölcsön adom neki, és ő él, és ez az ő élete, és ő neki joga van arra, hogy mit egyek, mit igyak, és merre menjek, és mit mondjak, és mit tegyek, és mit ne. Hát ezt nekem is, mint lelkipásztornak, inkább így mondom, mint bármely hívő embernek ezt mérlegre kell tennem, és meg kell kérdeznem, hogy valójában ki az életem. Újrakezdésről szóltam ma, visszamenni. Egy nagy bűnből, egy nagy bukásból, igen, ha valakiben ez van, ez a probléma, ez van az életében most, Istenhez visszamenni. Azt gondolom, hogy sokkal általánosabb az, hogy ezek csak tünetek. Ugye megyünk az orvoshoz a tüneteinkkel, de belül van egy nagyon komoly baj, egy betegség, és ez az, hogy nem istené az életünk. És jön a növekedés, jön az erő, jön a duma, jön az önfényezés, a tupírozás, a felfújás, és aztán, hogy mekkorát szól majd, azt majd az élet dönti el, de egészen más út ez. Nyomorúság is van benne, küzdelem is van benne. Ilyen szavak, hát ezzel nem lehet egy mondjuk marketing iskolában szerintem túlságosan előre jutni. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségben, bántalmazásban, nyomorúságban, üldöztetésben, szorongattatásban. Nem tudom, hogy a József utcánál ki járatos, pont szemben van az imaháza, Rigó utca, viccből Rigófütty utcának szoktam hívni, úgy állatok nem nagyon laknak arra felé, és az ezt a nevet adta neki, Rigófütty utca, olyan jól esik így gondolni rá. Most onnan jönnek az emek végig, és végig, ahogy jönnek, vagy autóban is látják az imaház épületét. És van négy ablak, és gondolkozunk azon, hogy a négy ablakra négy szót írjunk. Gyülekezetben föladtam feladatként, hogy lehet ilyen szavakat javasolni, de úgy bennem van, de most is majd, ha személyesen vagy üzenetben örülök, ha adtok ilyen szavakat, otthon, béke, erő, győzelem, vigasz. Ugye van, ami kicsit olyan statikusabb, aki nagyon szétvásva annak, aki normális, annak kicsit olyan előre ugye vitalizáló. De mondjuk ezeket a szavakat nem biztos, hogy kimerném írni. Erőtlenség, bántalmazás, nyomorúság, üldöztetés. És egy hosszan szorongattatás az így közben. Pedig Isten országában lehet, hogy éppen akkor tapasztaljuk meg Isten erejét. Nem csak amikor ilyenek történnek, amikor kiszolgáltatjuk neki magunkat. És erről van egy ige, amivel befejezem, ami így szól. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet dolgaiba. Azért, hogy megnyerje annak a tetszését, aki szolgálatába fogadta őt. Azért vagyunk most együtt, én hiszem, hogy Istennek ez a szándéka az estével, hogy ezt a kérdést tegyük fel magunknak, kinek az életét élem. Boros Dávidét, akinek bizonyos lehetőségei vannak, de sokkal kevesebb, mint gondolja, és sokkal kevésbé érdekes az egész, mint néha gondolnám, vagy pedig azt az életet, amire Isten hívott el, az ő tervében, az ő neve alatt, de az ő erejével. Akinek a neve ott van fenn, akinek a személy ott van a trónon, azé az erő. Az adja az erőt hozzá. Az mondja, hogy ez az enyém. Ez csak a sajátomé.
ameddig nekem tart a vidámságom, a motivációm, a fizikai erőm, az egészségem, a fiatalságom, nekem addig lesz jó életem, én adom az erőt ebbe, vagy pedig kész vagyok újra kezdeni, és azt mondom, Istenem, én oda megyek, azt csinálom a szakmámban, a tanulásomban, a párkapcsolatomban, a szokásaimban, a gép előtt, amikor eszek, amikor iszok, amikor alszok, amikor fölkök, amit te mondasz. És erre odaszánom az életem, és azt kérem, hogy te legyél ott a trónon, és vállald azt, hogy az erőt te adod mindezekhez, és a győzelmet és gyümölcsöket. Én hiszem, hogy így lesz egy tartalmas, és egy olyan életünk, aminek van értelme. Aminek a végére valami összeáll, és valami olyan történik, amiért érdemes volt leélni. Különben elvisszük a kis álmainkat, meg emlékeinket magunkkal. Imádkozzunk, most csendesedjünk el is. Hadd imádkozzam azokért, akik, most először azokért, akikben már volt ilyen döntés, hogy Istennek adjuk az életünket, és utána majd többiekért. Istenem, köszönöm neked, az a sok kedves testvéremet, barátomat. Tudom, hogy nagyon sok jó szándékú hívő ember van itt, és hálás vagyok őértük. Köszönöm, hogy adtál érintéseket az életünkbe. És sokan mondtuk azt, hogy tied lesz az életünk. És elkezdtük ezt az életet nem csak a születéskor, hanem az újjászületéskor is veled. Most mégis úgy érezzük, hogy jó lenne újra kezdeni. És jó lenne innen úgy folytatni, hogy újra tied az életünk, és van jogod, van hatalma, te beszélsz, és mi hallgatunk. Te mondod meg azt, hogy hogy látsz minket, és nem mi mondjuk meg azt, hogy hogy látunk téged. És a te jogodat, a te erődet kiterjeszed ránk, Uram, kérlek add meg ezt, és kérlek azokért is, akik ezt a döntést nem hozták még meg, kérlek, hogy hadd nyíljon fel az út, az az életvitel, az a jövőkép, az az erő, ami benned van, ami szól erre a földre, és kegyelem által szól az örök életre. Hálás vagyok neked, és köszönöm, hogy mindezt elmondhattam. Még inkább köszönöm, hogy ha te ezt átviszed egy-egy szívhez, és formálod a mi életünket, dicsőség neked. Amen.